Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából tartottak meg emlékezést a Bethlen Gábor Általános Iskola aulájában október 6-án. Az ünnepi megemlékezés a himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Ezt követően Balogh Csaba, önkormányzati képviselő mondott emlékbeszédet. Emlékezzünk most az Aradon kivégzett magyar honvédtisztekre, akik mindvégig hűek maradtak a becsületünkhöz. A visszaemlékezés perceiben kérem gondolatban lapozzuk fel együtt a magyarság történelemkönyvét egészen a török hódoltság végéig 1699-ig, amikor Magyarország megszabadulva a török uralomtól a Habsburg birodalom részévé vált. A birodalomban élő nemzetek a török hódoltság utáni évtizedekben az egyik legfőbb dologtól, a nemzeti önrendelkezésüktől megfosztva, elnyomásban, rossz sorban éltek egészen az 1848-as népek tavaszáig. Ekkor a Habsburg területeken végigfutó forradalmak azt jelezték, hogy az elnyomásban élő népek nem tűrik tovább a láncaikat, a rabságukból szabadulni kívánnak, szabad életre vágynak mindenáron. 1848. februárjában Franciaországban kitört a forradalom, Kossuth Lajos Pozsonyban elmondta a híres felirati beszédét, követelései a következők voltak. Legyen Magyarországon politikai jogegyenlőség, független kormány, közteherviselés és népképviselet. Kossuth javaslatát az alsó tábla ugyan megszavazta, de a felső tábla képviselőit és Kis István főherceget, Magyarország hertartóját a Habsburg Birodalom központjába, Bécsbe rendelték. Közben a forradalom hulláma egyre csak közeledett Magyarország felé. Márciusban Bécsben és Prágában is kitört a forradalom. Kossuth Lajos és küldöttsége Bécsbe utazott, hogy az uralkodóval szentesítesse a reformjavaslatokat. Március 15-én a Pilvax kávéházban a radikális gondolkodású ifjak megelégelve az események holpontra jutását elhatározták, hogy kimozdítják az eseményeket tétlen állapotukból. Petőfi megírta a nemzeti dalt, megfogalmazták a 12 pontot, majd később megalakult a Batthyány Lajos által vezetett első magyar felelős kormány. A forradalom hatására a Habsburg uralkodó 5. Ferdinánd szentesítette az áprilisi törvényeket. Sajnos pár hónap alatt a Habsburgok mind leverték a birodalmukban kitört forradalmakat, a bécsi udvar minden forradalmi vívmányt mellőzött, sőt a magyar küldöttekkel sem voltak hajlandóak tárgyalni. A románokban és a horvátokban támogatókra leltek abban, hogy Magyarországra betörjenek és népünkkel szemben háborút indítsanak. Jelasics horvát bán seregeivel szeptemberben átlépte a Drávát és betört Magyarország területére. Ez a támadás a forradalom végét és egyben a szabadságharc kezdetét is jelentette. Október 2-án lemondott a Batthyány kormány. A hazavédelmi érdekében a kormány helyét a Kossuth által vezetett Országos Honvédelmi Bizottmány vette át. A Habsburg trónon is változás történt, 5. Ferdinándot az akkor még 18 éves Ferenc József váltotta föl. Ferenc József nem koronáztatta magát magyar királlyá, és nem esküdött fel a magyar törvényekre. Trónra lépését követően haladéktalanul támadást indított Magyarország ellen. A szabadságért folytatott harc közel egy évig tartott, a Habsburgok csak orosz katonai segítséggel tudták a magyar szabadságharcot elfolytani. Csapataink 1849. augusztusában az orosz hadsereg előtt letették a fegyvert. Ferenc József eldöntötte, hogy a magyarok lázongását szigorúan megtorolja. Ezzel a feladattal a hadserege fővezérét a vérszomjas kegyetlenségéről elhíresült Hajnaut bízta meg. A brescsai hiéna jelzővel is illetett fővezér szabad kezet kapott a császártól. A halálos ítéleteket is csak utólag kellett közölnie az uralkodóval. Kegyetlen megtorlása ellen a nemzetközi fellépés sem ért el sikert. Hajnaut rögtön ítélő bíróságokat állított föl, ahol nem csak katonákat, hanem polgári személyeket is elítéltek. A magyar szabadságharc 35 tábornok ellen hoztak ítéletet, az áldozatok közül 13-at, 1849. október 6-án végeztek ki Aradon. Míg ugyanezen a napon Batthyány Lajost koholtvának alapján Budapesten végezték ki. Az aradi 13 vértanú ellen a vád felségsértés volt, azonban az ítélet az elemzők szerint kétes jogi alapokon nyugszik. Hiszen Ferenc József nem koronáztatta magát magyar királlyá, így a magyar trón uralkodási alatt jogilag üres volt. Végül a nemzetközi elégedetlenség és nyomás hatására 1849. októberében Ferenc József elállította a további kivégzéseket, és Hajnaut nyugdíjazták.
Az aradi vértanúkra történő emlékezés és tiszteletadás néhány órával a kivégzés után megkezdődött. Emberek tömegei vonultak a kivégzés helyszínére, hogy részvétel emléket állítsanak az áldozatoknak. Az eltelt sok-sok évtized alatt nem halványodott a hősök emléke, nevüket tisztelet övezi országszerte. A hőseink nevét számtalan utca és közterület őrzi, emlékük nem halványul el soha. Kossuth Lajos egy hangfelvételen így emlékszik az aradi vértanúkra. A hála hőérzelmével áldom a vértanúk szent emlékét, hűségükért a haza iránt, és a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak. Kedves emlékezők! Minden évben, ezen a napon a kegyelet perceivel a szomorúság és a gyász vegyül. Olyan sok év óta még mindig értetlenül állunk a magyar népet sújtó igazságtalansággal és kegyetlen megtorlással szemben. A történelmi leírásokból tudhatjuk, hogy Magyarország függetlensége és szabadsága érdekében nagyon sokféle származású, eltérő anyanyelvű ember küzdött. Azonban közös volt bennük, hogy mindannyian a jó ügy érdekében harcoltak. A jó ügy érdekében bátran, emelt fővel haltak hősi halált. Biztos vagyok benne, hogy az őseinktől ezt az összefogást, ezt az összetartozás iráni vágyat megörökültük. Itt a Kárpát-medencében 2024-ben legyen közös ügyünk Magyarország sorsa, ezen belül Hajdúböszörmény és a hajdúvárosok egysége. Ehhez az egységhez legyen eszközünk az összefogás, hiszen együtt erősebbek vagyunk, mint megosztva. 1849. október 6-án összetört ugyan a szabadság államképe, azonban az évtizedek kitartó küzdelme által újra talpra állt a magyarság. Hiába kényszerítettek bennünket akkor féltédre, milliók szabadság iránti vágya és a haza szeretete egységbe kovácsolta népünket. Így maradt meg nemzetünk, így maradtunk meg mi, magyarok. Ne felejtsük el soha, az aradi vértanúk mindvégig kitartottak a hitük és a meggyőződésük mellett, hogy a jó ügyért, a nemzet sorsának jobbá tételéért küzdjenek. Sajnos utolérte őket az akkori rendszer kicsinyes bosszúja, de az idő őket igazolja. Az országunk mégis el tudta érni a függetlenségért, amiért ők a legnagyobb árral, az életükkel fizettek. Az aradi hősök és a szabadság iránti küzdelem tisztelete okán ma már nem engedhetjük meg magunknak, hogy elengedjük egymás kezét. Azt látom, hogy a jelenkor megpróbáltatásai újra összekovácsolnak bennünket. Ezáltal egymáshoz is közelebb kerülhetünk. Az összefogás igazi közösségé alakít bennünket, és az összefogással jó dolgokat építhetünk. Azt tapasztalom, hogy egyre többen hisznek az együtt szó erejében, akik pedig ártó szándékkal bomlasztani akarják ezt az egységet, alul maradnak. A jövő az aradi 13 eszméjéé, az összefogásé és nem a megosztásé. Emlékezzünk át kegyelettel, és hajtsunk fejet a mártírok, nemzetünk hősei előtt. A beszédet követően a Bethlen Gábor Általános Iskola tanulói Hidegen fújnak a szelek címmel adtak emlékműsort. Az ünnepi megemlékezés a szózott szavainak elhangzásával ért véget. A megemlékezés végén a város önkormányzatának nevében Görögné Bocskai Éva polgármester és Balogh Csaba önkormányzati képviselő
a Bethlen Gábor Általános Iskola nevében pedig Menyhár Zoltán igazgató és Kerekné Bonnár Éva igazgató helyettes helyezték el a megemlékezés koszorúit.